Sziasztok! Egy picit eltérek a megszokott környezettől, és vonatra szállok, hogy külföldön inspirálódjak. Az úti célom Bécs, ahol gyönyörű és impozáns fehér épületek sokasága figyelhető meg. Köztük az egyik legszebb épület, a Belvedere kastély, ami 1714 és 23 között épült. A kastély két épületből áll, az alsó Belvedere nyári rezidencia volt, míg a felső, ami díszesebb, pedig estélyek és különböző ünnepségek alkalmával használtak. A két épületet hatalmas, szobrokkal díszített teraszos kert köt össze, és az alsó palota mellett van egy botanikus kert is. Mivel egész nap a szebbnél szebb épületeket nézegettem, mindenképp szerettem volna megörökíteni valamilyen formában az emlékeimet. Így hát ecsetet ragadtam, és lerajzoltam a Belvedere egyik részletét virágkoszorúval körülvéve. Ez a vízfesték paletta egyébként számtalan lehetőséget kínál a bőséges színválasztékával, amik kivehető kis tartályokban vannak, és ha netán nincs nálunk keverőtál, akkor használhatjuk a paletta fedelének belső részét erre a célra, amit használat után elmoshatunk, vagy igazi művész módjára festékesen hagyhatjuk, mint ahogy én tettem. A festék paletta linkjét egyébként megtaláljátok a leírásban, nézzétek meg, ha szeretnétek többet tudni róla. Az akvarell technika továbbra is nagy kedvencem, bár már kicsit kacsingatok egyéb festőtechnikák felé is. Az akvarell kifinomultsága és a lágy színek összhatása tetszik a legjobban. Több rétegben alkalmazva is szép átmenetet lehet képezni vele. Szokásomhoz hűen kontúrozással fejeztem be a rajzot, ezúttal viszont szürke színnel és kevésbé erőteljes vonalakat húzva emeltem ki az épület részleteit. A videó végére hagytam az utazónaplomat, amiben gyűjteni szeretném a külföldi utazásaimról szóló bejegyzéseimet, néhány tárgyi emléket, mint például belépőjegyet, vonatjegyet, illetve néhány személyes fotót is, amire jó lesz ránézni néhány évtized múlva.
És most gyertek velem egy picit, megmutatom, mi van még Bécsben. A Belvedere közelében található a Schweizergarten Park, ahol az Arzenál kastélyhoz juthatunk, aminek gyönyörű kapuja van. Az Arzenál udvarán áthaladva szembe találjuk magunkat a Krieger Múzeum csodás épületével, ami előtt egy kutyóztató medence van katonaszoborral a közepén. Jó lehet, nem erre tervezték, de a jelek szerint erre is használható. A múzeum falánál egyébként rengeteg zöld színűre oxidálódott ágyú van felsorakoztatva. Továbbá egy ingyenesen látogatható hadtörténeti ágyú múzeum is van az Arzenál épülete mellett. Na de, hogy ne háborús hangulattal zárjam a videót, megmutatom a Belvedere szoborkertjét és a Schweizergarten Parkot. Remélem meghoztam a kedveteket az utazáshoz és az úti naplóíráshoz. Jó érzés leírni a friss emlékeket, amik ezáltal tovább élnek a naplólapjain. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!